Sziasztok! Én vagyok az újra Egon, és ez itt velem pedig... Sira! És most pedig belépünk Dry Canyonba. Mondhatnám úgy is, hogy száraz kanyon, de mivel sokat kell itt síklani... ezért nem akartam lefordítani. Hey, ne gondoljatok semmi rosszra, hát ő egy sárkányat. Mit értenétek siklás alatt? Ugye mit értenétek? A hűtés szétszúzott. Egyből egy tízes, tök jó, tehát így a pálya elején már. Nesze! Nézd meg, trombita van nála. Nem tudom minek szegezelem egy trombitát. Komolyan. Nézd meg, ez jó pálya. Ó, hát ez így közepes az én értékem. De jó sok szívest ad. Ja. Egyébként, nézd már, tehát... Látom. Figyelj, láttad? Golyókat lőnek ki a trombitájukból. Mi ez, Tom és Jerry? Hát igen. De várjál, hogy nézd milyen sebességgel. Tehát így... Így meg tudom előzni a golyót. Úristen! Így versenyfutni a golyóval. De tényleg, Spiro az így be van állva agyonra, valami drogtól, és így minden lelassul körülete. Hát vagy, igen. Vagy... Szimpla ennyire bénák ezek a dolgok. És így is eltalált. Hát tudom, annyira lényegtelen, hallod, hogy... Tudod ki ez? Na? Ő. A barbár. Vagy nem. Én tudom, mi a legjobb az életben. A barbár. Igen. Szóval nem. Nem épp annak tűnt nekem. Én félelmetes alak. Nagyon hallom, én belennék tőle reszelve, hogyha félelmetes lenne. Nem reszelve, reszelve. Jól van. Azt a teveszállva. A kíváncsi volt, hogy észreveszed-e. De hallod, én mondom, én belennék tőle rezelve, hogyha félelmetes lenne. Az biztos. Ah, ez igen. Kis szemét, sunyi alak. Nekem megúsztuk a bűzbombát. De nem szárazod. Hát igen. Most olyan egy kis gazellát mondjuk. Gazellát, hát, azok ilyen, nem tudom még, ilyen nyulak, vagy vombatok. Gazella. Vombat. Tehát mi ez a gazella? Ilyen szarvasszerű dolog. Tudom. De nem, ezek nem gazellák. Hát, Spiro azért nem olyan nagy. De egyáltalán tudom, mi ez a vombat? De anyu, mi az a vombat? A reklámban volt, ne kérdőjelezd meg. Tudom, egy kis emlős. Igen, tudom, de tényleg ezek ilyen nyúlszerű valamik, amik itt utálnak. Igen. Szerű, azért mondtam. Igen, az gazella. Gazella. A gazella olyan, mint a nyúl. Igen, vékony és ugrál. Ja, hát igen, igazad van, tényleg. Igazad van, tényleg vékony és ugrál. Na mindegy. Aztán itt van még egy sárkány, fú, hallod. Ez mit mond? Kíváncsi vagyok. Jó. De nem vagy felkészülve. Boris. Dráj kanyon megjutalmazza a jó siklókat. De jól siklasz, ugye Spiro? Én siklásra születtem. Spiro mondja, siklásra születte. Ez azért érdekes kijelentés. Hát igen. Eléggé, tehát látod, siklásra született, milyen ügyes siklásban. Jól az. Siklik. Milyen vicces, vagy milyen jól siklik. Nevetségesen jó. Hát igen. Ez az sikerült feludamra. Hallod, ez meg így folyton a hasára gondol. Komolyan, tehát én... Tudom ki van itt, de folyton ez... Szakácsnak készül, vagy nem tudom. Ez király siklás volt, Spiro. Azt hitte, soha többé nem repkedhetek. Adok egy tippet. Lehet, hogy csontosnak tűnnek, de azok a kesejük nagyon finomak. Főleg baranybarnára sütve, jól megsózol. Lángon sült, sózott kesejű. Hát, a súlya már megvan hozzá. Ja, hát látszik, hogy sokat evett azokban a kesejükből. Hát igen. Jaj, ne! Lefejeltem a vizet. Szóval meg kell ölni valakit. Igen, nem akarom! De anyu, mi az a bombat? Nem akarom megállni! Ez nem bombat, gazella!
Oly mindegy. Van meg peki lába van, tömzsi picike. Oly mindegy igazából. Na, szóval, hol vannak? Nem tudom. Hol vannak a... Gizombatok? Az Ella. Gizombat? Lejön mindkettőnek igazából. Ott volt egy lila. És még egy plusz élet. És itt pedig lesz a nehéz tüzérség. Ott van a kilentag az Ella. Nem, nem szúsz ki, de... Meghalt! Nem baj, visszaszerzem én ezt az életet, ne aggódjatok. Ha nem most, de idővel visszaszerzem. Hát igen. Gyűjtögetünk. Következő birodalomban már egy plusz élettel kezdünk. Jaj, nem is említettem, korábban egyébként összeszedtem annyi ilyen plusz cuccot, hogy kijöjjön az a két hiányzó élet, amit a előző birodalomban elvesztettem. Hát igen. És tudom, hogy hol van még egy csomó cucc. Hogyha valaki nem figyelmes, akkor ezt így teljes mértékben kihagyhatja elég könnyen. Mivel erre van egy majdnem a fele a pályának. Hát igen, ez egy elég hosszú rész. Eléggé. Hoppá! Elsült. Amint mondtam, gnorkok, azok találhatók mindenféle színben és ízben. Nézd, milyen rossz alvó, felkelnek. Tehát, hallod, ezek... vagy... Igen. Erre gondoltam, hogy ezek nem rossz alvók, hanem szimplán csak súnyi gnork. Tehát úgy tesznek, mikor aludnának. Hát igen. Nagyon súnyi, és közben nézelődnek. Tehát én átlátok rajtad. Mint üveges az ablakon. No, akkor... Jaj, hát... Igen, itt nem csak a buta, hanem öreg sárkányok is vannak. Mert ez már csak a kornak tudható. Hát de. Igen. Figyelj csak, figyelj. Ez Ivor. Te vagy, Spiro? Büsket a szám. Amúgy sokat hallottam rólad. Ekkora korod óta már tudtuk, hogy... Tudtátok? Mit tudtok? Valamit rólam? Hagyjuk. Ezt is simán lehetne végtelenítani egyébként, hogy amióta kicsi voltál, tudtuk, hogy... Tudtátok, hogy... Mit tudtunk? Valamit rólam, mit rólad? Tehát simán lehetne végtelenítani olyan... Töltsen YouTube-a 100 perces részbe! Ja, igen. Spiro, beszélgetés egy öreg sárkánnyal. Igen. Ki is vagy te? Így mondja 5 perc után. Én Spiro vagyok. Ja igen! Ó, amióta ilyen kicsi voltál, már tudtuk, hogy... mit tudtatok? Miről? Valamit rólam? Ki is vagy te? Spiro? Amióta ilyen kicsi voltál, tudtuk, hogy... mit tudtad? hagyjuk szerintem. Hát igen. Menthetetlen. Tehát... órás nyakadban elég volt. Körülbelül. Én mondjuk ilyennel nem nagyon foglalkoztam, de... De mondjuk hallottam egy remixet, egy nagyon jó remixet az. No. Amíg fent van ezen a bizonyos videó megosztó oldalon, akit elvégre senki nem használ, akkor majd belinkelem. Hát igen. Mert ez egy jó remix volt. És ember, nézzétek meg a leírást végre! Jaj, ezt nem lehet elégszer elmondani, de egyébként így... Valószínűleg így integrálom majd a videóban valami jó módon. Szizem felül. És mindjárt át is jutunk ezen a pályán. Gyerünk, már nincs ilyen sok hátra. Van némi kristály. De azon felül már kész vagy. Nem sok. Igen. Ott hagytam. Ott is meg fent is még. Plusz élet. Így né. Nos. Most már irány a kijárat. Igen. Útközben pedig felszedjük a maradék kisek. És ismét 100%-ra teljesítjük a pályát. Yeah! Ez a... Majdnem. Ott van még egy csúnyi. Így van. Ott van még egy légkondi. A torony lakóinak kell a légkondi, úgy tűnik.
De igen. Komolyan ki itt. Fú, hallod, szerintem ez a hűtőkamra, mert olyan kicsi, hogy így lakni nem lehet benne. Hát igen. Max albérletbe adott valami szerencsétlennek. Én is Spiro is alig kéne rajta. Körülbelül. Nos, következő részben találkozunk, addig is. Sziasztok! Sziasztok!